Úgy gondoljuk, hogy az oktatás az egy alapvető struktúraépítő eleme az országunknak. Mi az élmény alapú oktatásban hiszünk és hirdetünk is, amihez létre kell hozni, amihez meg kell teremteni állami támogatásra egy olyan modern és a mai technológiai igényeknek megfelelő infrastruktúrát, amivel mondjuk a gyerekek tudnak tanulni. Mi az egyik programpontunkban hirdetjük, hogy minden 14. életévét betöltött gyermeknek az állam szolgáltasson egy laptopot, amin tud tanulni, és hogyha sikeresen elvégezte a tanulmányait, azt megkapja. Természetesen nagyon fontos, és hogyha ezzel jellemeznénk, felszoktuk tenni a kérdést, hogyha azzal jellemeznénk az országot, hogy minőségileg az oktatás, mondaná meg, hogy milyen az országunk, akkor természetesen az oktatás az egyik legfontosabb. Felmerül rögtön mindig az a kérdés, hogy vajon mennyit kell az oktatásra fordítani. Ebben az esetben a mi válaszunk az, hogy a lehető legtöbbet.